Sziasztok! Most egy olyan ételt fogunk elkészíteni, ami nagyon egyszerű, mégis laktató. Csirke is lesz benne, zöldség is lesz benne, úgyhogy egy teljes főételként fog szerepelni az étlapotokon. Azért is nagyon jó, mi ezt karácsonykor amúgy már kipróbáltuk otthon, mert tényleg azoknak is megfelelő, akik diétáznak, odafigyelnek az étkezésükre, viszont egy nagyon finom, kicsit olaszos hangulatú ételt fogunk kapni. Igazából padlizsán lesz az alapja, fűszerek, zabkorpa fog töltelékként belekerülni, ricotta, tehát belsőben ugye olasz túró, csirke, ahogy említettem, ez is a töltelékbe fog, amitől nagyon jó sűrű lesz, egyetlen egy tojás, fokhagyma, és nagyjából meg is van. Illetve bocsánat, a végén még ugye paradicsomszószal fogjuk natúrral leönteni, meg kis fűszerekkel. De akkor kezdjünk is neki, mert tényleg nagyon gyorsan meg leszünk vele. Grillsütővel fogjuk egy picit a padlizsánt megpirítani. Ez azért is jó, mert tényleg minimális zsírt, olajat, vagy amit szeretnél, kell felhasználnod hozzá. Én például egy kis kókuszsírral szoktam így a tetejét bekenni, és ez bőven elég ahhoz, hogy picit átpirítsuk a padlizsánt. Ezért praktikus, mert iszonyat egyszerű amúgy elmosni, illetve tényleg minimális zsíradék hozzáadásával tudsz főzni, nem is lesz olyan borzasztó illat a konyhában, nagyon gyorsan felmelegszik, úgyhogy én mindenképpen ajánlom egy ilyen kütyű beszerzését. Szépen ráfektetjük a padlizsánt, és kicsit átpirítjuk. Annyit közben elmondok, hogy egy nagyobb padlizsánt használtam fel, vékony szeletekre kell vágni, hogyha van ilyen zöldséghámozód, akkor azzal sokkal szebb, egyenletesebb szeletekre tudod vágni. Én egy éles késsel vágtam több kövesebb sikerrel vékonyabb szeletekre. Ez azért fontos, mert fel fogjuk majd tekerni, és ebbe fog belekerülni a töltelék, ami ugye ricottából, zabkorpából, csirkéből, tojásból fog állni, illetve fűszerekből. Elég, ha csak kicsit megpirítjuk, mert úgyis még sütőben meg fogjuk sütni az egészet, hogyha elkészültünk a töltelékkel is. Úgyhogy ez igazából el is készül most már. Annyit még azért megemlítek, hogy előtte érdemes befűszerezned, hogyha közben fűszerezed be, akkor se történik semmi probléma, de ha előtte befűszerezed, akkor már kicsit jobban összeérnek az ízek. Akkor most elkészítjük az ígért tölteléket, beleteszünk egy teljes ricottát. Hogyha nagyon-nagyon alakbarátra szeretnétek, és még ez sem megengedett, akkor helyettesíthetitek zsírszegény túróval, vagy cottage cheese-zel, igazából amelyikkel szeretnétek, de a ricottától nagyon jó krémes lesz ez a töltelék. Hogyha nem esztek hozzá tényleg még egyéb szénhidrátot, akkor szerintem egy főételnek teljesen jó, és belefér ez a pici, ami ebbe van, mert ez igazából inkább még fehérje meg zsír, ami a ricottában van. Ami még belekerül, plusz üzemanyagként úgymond, az a zabkorpa. Ebből két evőkanállal teszünk hozzá. És ezt fogjuk jól elkeverni majd. Egyetlen egy darab tojás, bőven elegendő vele. Belenyomunk egy fokhagymát is, fokhagymanyomóval szétszúzzuk. Ugye az íze miatt nagyon fontos, mert tényleg nagyon jó aromát ad neki. Ha jól összekevertük a tojást, illetve a többi összetevőt, akkor jöhet a nagyon apróra vágott csirke. Én csaltam egy picit, és ezt előpirítottam, illetve elkészítettem, de a csirkét szerintem már annyiszor használjátok a diétátok, illetve a mindennapjaitok során, hogy azért már profinál tudjátok készíteni ti is. Oregánóval, borssal van ízesítve, és tényleg jól lepirítva, nagyon picire vágtam össze. Ha ragaszkodsz hozzá, hogy még krémesebb legyen a tölteléket, akkor le is darálhatod akár, mint egy csirke pástétomot, de szerintem így nagyon jó, hogy egy kicsit darabos lesz, izgalmasabb lesz tőle a töltelék, meg maga az étel is. Úgyhogy ezzel is összekeverjük. A padlizsán, ami megmaradt, és nem volt mondjuk túl szép szelet, vagy nem tudtam volna felhasználni, azt picire összevágtam, és ezzel még jobban dúsíthatod amúgy a töltelékedet. Kis fűszerekkel még megbolondítjuk ezt az egész keveréket. Amit én szoktam ehhez használni, az nagyon pici bors. Tényleg egy csipetnyi szerecsendió, mert az ad neki egy pikáns íz, de ebből tényleg ne használj sokat, mert hasonlóan, mint a gyömbér, nagyon erős.
pici só, illetve még pici oregano, mert ez az olaszos ízvilághoz nagyon illeni fog. Sőt, a borsból nem is kell annyi, abból tényleg elég egy nagyon picike. Most az utolsó előtti mozzanatunk jön, ami az, hogy a tölteléket belecsavarjuk a padlizsán szeletekbe. Hogyha esetleg nem maradna úgy az a szelet, akkor nagyon jó barátunk és segítőtársunk a fogpiszkáló, amivel meg tudod tűzni. Nyilván fogyasztás előtt majd figyelj rá és vedd ki a fogpiszkálókat a kis zsákokból, de először megpróbáljuk nélküle, és hogyha nagyon kell, akkor fogunk ehhez folyamodni. Amúgy nagyon egyszerű, mert meg kell fogni a padlizsánt, és annyi tölteléket teszel bele, amennyit szeretnél, de én úgy szoktam, hogy egy picit beleteszek a közepére, és akkor felgöngyölöm. Egyesével megtöltjük a szeleteket, és akkor utána még kikeverünk egy kis paradicsomszószt, vízzel higítva, meg egy nagyon pici fűszerrel, azzal kicsit leöntjük, és akkor mehet is a sütőbe. Meg is vagyunk a kis batyukkal, amúgy már sokkal ügyesebb voltam, mint karácsonykor anyukámmal, mert most már csak kettőbe kellett fogpiszkálni, a többi azért magától is batyus. Most az fog következni, hogy én tényleg egy nagyon picike olívaolajat fogunk az aljára, és azzal fogjuk ugye kikenni. Arra fognak rákerülni ezek a kis batyuk, és akkor utána ráöntjük a szószt, és meg is vagyunk. Most kap szerepet a natur paradicsom szósz. Én amúgy nagyon meglepődtem, hogy milyen jó minőség, pedig ez egy páros paradicsom szósz, és ennek voltak így a legjobbak a tápanyagértékei, én azért is ezt választottam, illetve állagra is ez volt így a legjobb, tehát a dupla annyiba kerülő paradicsom szósz nem volt túl étvágygerjesztő, de ennek amúgy egész szép a színe, megmondom az összetétele is. Úgyhogy ebből fogunk felhasználni. Persze, hogyha van házi paradicsom szószod, akkor az a legjobb, de nekem sajnos az most nem volt itthon. Teszünk hozzá egy kis vizet is. Egy kis borssal még ízesíthetjük a paradicsom szószt is. Hogyha paradicsom szósz, akkor számomra elengedhetetlen, hogy legyen benne egy kis oregano. Mások bazsalikommal szokták, én nagyon szeretem az oregánot, és szerintem a kettő együtt verhetetlen. Meglocsoljuk a paradicsom szósszal, hogyha számodra belefér, akkor amúgy tehetsz parmezánt is a tetejére, de én most sajt nélkül fogom csinálni, hogyha pedig alapbarátabb sajtot szeretnél, akkor még a mozzarella lehet ajánlom. Szerintem már így önmagában is nagyon szép, de hogyha megsül, akkor ez már csak fokozódik. El is készült a padlizsán, 15-20 percig sütöttük nagyjából. Annyi a lényege, hogyha már itt kicsit látod, hogy itt megpirult a szélén, akkor mindenképpen vedd ki, hogy ne égesd oda, illetve ne égjen le a paradicsomszósz. Kitálaljuk. Én mondom, nem tennék hozzá köretet, szerintem ez így tökéletes egy tálételnek is, de hogyha szeretnél, akkor természetesen még ehhez is ehetsz rizst, vagy amit. Még az édes burgonya is illik hozzá amúgy. Még ahogy látod, amúgy így is nagyon jól magába szívta a paradicsom szószt, úgyhogy nem kell spórolnod vele, hanem nyugodtan meglocsolhatod még akár amúgy utólag is tudsz rátenni picit. Meg is vagyunk, még mellé tehetsz paradicsom szószt, ahogy mondtam, szerintem így is nagyon szép kitálalva, vagy magában amúgy a kerámia edényben is tálalhatod, hanem szórhatsz rá egy kicsi parmezánt, vagy ahogy szeretnéd, jó étvágyat!